Kis segítséget szeretnék nyújtani ahhoz, hogy hogyan is érdemes elemeznünk egy verset. Petőfi Sándor, Anyám tyúkja, írta 1848. februárjában Pesten. Ej mi a kő, tyúkanyóken? Egy kérdést intéz a tyúkhoz, hogy mi a kő. És aztán pedig azt állítja, hogy a szobában lakik itt bent. Tehát ő ott Budapesten bevizionálta magának, mintha ott látná a tyúkot. Annyira megelevenedett neki ez a vágy. Azt, hogy mi a kő, azt nem tudjuk meg. Ez egy költői kérdés marad. Lám csak jó az Isten, jót ád, hogy felvitte a kent dolgát. Hogy egyszerűen az Isten ide felhozta Budapestre a tyúkot, vagy pedig egyszerűen csak a tyúknak a dolgát hozta fel, tehát mintha egy kis tyúk, aki lelke itt látna. De a legvalószínűbb, hogy Isten felhozta ide a tyúkot, hogy itt elvégezhesse a dolgát Pesten a szobába. Itt szaladgál fel és alá, közben így szaladgál, hogy a dolgát végzi. Még a ládára is felszáll. Hát valószínű nem volt bútor, mert azt tudjuk ugye Petőfi Sándorról, hogy ő egy ilyen szegény színész családból származott, szóval egy ilyen tyúkolba lakott. Eszébe jut, kotkodákol, és nem verik ki a szobából. Hogy így ott kiabál össze-vissza, és mégse verik ki neki a szobából a dolgát. Dehogy verik. Itt igazolás nyer. Ezért aztán tyúkanyó hát, ez a farhátra utal, mert ugye a tyúknak farhátja van, és azt is megtudjuk, mondja, hogy a tyúkanyú, tehát hogy ő már egy ilyen idősebb az tyúk. Jól megbecsülje a kend magát, vagy jól megsatszolja azt, amikor bekeni magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Kezdjen el itt ipari foglalkozást keresni Budapesten, ipari mennyiségbe termeljen az anyukájának tojásokat. Morzsa kutyám, hegyezd füled. Itt Petőfi Sándor az abhegyezőre utal. A morzsa kutyának, akit szintén ide behalucinálta szobába, valószínűleg hiszen Vácon vagyunk. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Kutyának nézi a morzsát, aztán úgy látja, hogy cseléd. Ezután is jó légy morzsa. Itt viszont már úgy látja, hogy egy légyé változott a kiskutya. Ebből is láthatjuk, hogy milyen jó költő. Élj atyukkal barátságba, anyám egyetlen jószága. Igazából kivetültődött magából az anyja, mint egy tyúk. Ő az egyetlen jószága az anyjának, mármint a Petőfi Sándor, mert őt úgy tojta ki, mint a tojás a tyúkot. Ebbe kiteljesedik Petőfi Sándor egész költői mi volta. Vagy pedig lehet, hogy az anyám egyetlen jósága, és csak elérte a költő.